tisztelettel és szerettel fölkérem Múzesi Gergely könyvtár és levéltár igazgató urat. Székesfehérváron a Magyar Katolikus Kultúra napjai rendezvénysorozat keretében emlékeztek meg Prohászka Ottokár püspök születésének 156. évfordulójáról. A konferenciával kezdődő eseményen Mózesi Gergely püspöki levéltáros gyűjtemény igazgató az akadémikus történetírás Prohászka képének változásai címmel tartott előadást, melyben egy történész szaklap a történelmi szemle Prohászka említéseit elemezte. Mivel a történeti szemle 1958-tól kezdődően létezik, és a Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóintézetének, korábban Történettudományi Intézetének egy történész szakfolyóirata, ezért áttételesen alap Prohászka képének változásaiból az akadémikus történetírás Prohászka képének változásait is nyomon lehet követni. Prohászkát többet emlegeti ez a lap a marxista historiográfia idején, mint más püspököket, de nem teszik életművét komolyan mérlegre. Két cikk van talán csak, ami kicsit többet foglalkozik a személyével. Bár a Prohászka említések száma önmagában nem kevés a folyóiratban, Mózesi Gergely mégis úgy értékelte, hogy a püspök életművét érdemileg alig említették ezen a fórumon. Azt lehet mondani, hogy általában említései marginális jellegűek, és többnyire azért születnek, mert a történészek úgy gondolkodnak Prohászkáról, mint akinek az alakja megtestesíti a főpapot, vagy a keresztény szocialista gondolkodó archetípusát. Nagyon érdekes, hogy a rendszerváltás utáni Prohászka említéseknek a hangvétele nem változik olyan nagyon nagyot. Ugyanolyan csúsztatásokkal találkozni néha a rendszerváltás után megjelent cikkekben, mint a korábbiakban. Ezeket szedtem sorra és igyekeztem a felvetődő kérdéseket megválaszolni. A konferenciát követő püspöki szentmisére az egyházmegyéből és annak határain túlról is érkeztek hívek. Sokan voltak jelen az egyházmegye papságából, megtisztelte az ünnepséget jelenlétével a város polgármestere, az önkormányzat képviselői, a Prohászka örökségét őrző szociális missziós nővérek és más szerzetes rendek tagjai. Tóth Tamás plébános köszöntötte a megyés főpásztort és a megjelenteket. Elmondta, vannak, akik már nem ismerik Prohászkát a városban, ezért többet kell tenni, hogy megtudják, ki is volt ő, akinek a fehérváriak egykor templomot építettek. Nem az ő neve, vagy a személye volt fontos, azt gondolom az ő számára sem, hanem inkább az a küldetés és az az üzenet, amit hordozott. Spányi Antal megyés püspök beszédében felelevenítette a Prohászka emlékév két kiemelkedő eseményét, a nyitrai zarándoklatot a püspök szülőházához és újratemetésének napján megtartott fáklyás felvonulást, melyen több ezer hívő vett részt. Az ilyen események megerősítenek, hogy jó úton járunk, amikor emlékét elevenen tartjuk és kérjük közbenjárását, mondta a főpásztor. Prohászka Ottokár az az ember volt, aki az embertársra tudott úgy figyelni, hogy saját korának életkörülményei között tudta megismerni, és tudta fölemelni. Egy olyan ember volt, aki nem csak beszélt arról, hogy valamit tenni kell az embertársért, hogy a szeretet azt kívánja, hogy cselekedetben mutassuk meg a szívünk jóságát, hanem ő ezeket konkrét tettekkel tudta igazolni. Prohászka határozott volt, a bűnnel nem alkudott meg, de a gyarló embert megértette, segítette és imádkozott érte, emelte ki beszédében a megyés püspök. Öregkorára a szeretetnek az a valóság, ami megmutatkozott cselekedeteiben a szegények felé, az megfogalmazódott szavaiban, beszédében is, az egész életén eluralkodott. Ezért azt gondolom, hogy őre valóban úgy tekinthetünk, mint a nemzet, mint Magyarország tanítójára és apostolára, olyan valakire, akitől tudunk tanulni, és akitől jó lenne sokat tanulnunk. Ez az ünnep hagyományosan a több ezer tagot számláló Prohászka Ima Szövetség éves hálóadó és ima alkalma is volt. Spányi Antal arra kérte az Ima Szövetség tagjait, imádkozzanak egy szívvel, egy lélekkel a papi és szerzetesi hivatásokért, a szolgáló papok életszentségéért. Az ünnep végén a jelenlevők a főpásztor vezetésével együtt kérték Prohászka mielőbbi boldoggá avatását a püspök templomban álló sírjánál. Kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy mielőbb oltárainkon tisztelhessük őt, és így váljék valóra benne, és mi bennünk is a szeretet végső győzelme. Amen.